Az egyik legnagyobb sztár volt. Hangja, stílusa, átütő személyisége a mai napig mindenkit lenyűgöz. Sikerének titkát sokan próbálták megfejteni, de titokzatossága nem szűnt meg a halála után sem. Pontosan most 25 éve, hogy meghalt, de azóta sem nyilvánvaló, hogy Freddie Mercuryt hol temették el, hol vannak most a hamvai. Korábban itt volt az emléktábla, rajta a név Farrokh Bulzara, és volt rajta valami francia szöveg is. Többek között megpróbáltunk ennek is utána járni, meglepő információk birtokába jutottunk. Kensington és Chelsea, London legdrágább negyedei. Most itt vagyunk Kensington egyik legcsendesebb utcájában, ez a Logan Place, és itt látható mögöttem egy ház, ez volt Freddie Mercury 1985-től 91-ig. Itt halt meg 1991. november 24-én. A több méteres téglakerítés mögött alig látszik az épület, csak a felette elhúzó repülők, illetve azok kondensz csíkjai. A palánkkal magasított kerítésre szöges drót került. Látszik, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy senki se lásson be. A csendes utcán csak néha-néha húz el egy autó. A túloldalon munkás pakol a furgonjában, tudja, hogy ki lakott itt, de semmi többet. Freddie Mercuryé volt? Igen, Freddie Mercuryé. Az övé volt. Itt halt meg. És senki sem lakik itt azóta? Nem tudom. A kerítésre erősített átlátszó plexin és mögötte kézzel írt üzenetek olvashatók. Mind arról tanúskodik, hogy a világ minden tájáról jönnek ide rajongók. Aláírások, köszönőlevelek, fotók, bankjegyek és emlékezetes dalcímek. A kapu és a csengő is össze van firkálva, ez is erősíti a feltevést, hogy itt nem lakik senki. Múlt héten kellett volna itt lennie. Sajnos nem voltam itt. Ó, ez volt a 25. évforduló. Igen, a halálának évfordulója. Nagyon sok ember jött ide, szép volt. A házat 25 évvel ezelőtt Freddie Mercury egykori barátnője Mary Austin örökölte. Nem sokára megmutatjuk belülről is, előtte azonban ugorjunk vissza a múltba. Freddie Mercury Farrokh Bulzara néven 1946. szeptember 5-én született Zanzibárban, farsi indiai szülők gyermekeként. Indiában tanult, majd szüleivel együtt a zanzibári forradalom elől Angliába menekült. Itt ismerkedett meg Roger Taylorral és Brian Mayel, és együtt alakították meg a Queent. John Deacon basszusgitárost egy évvel később vették be a csapatba. A zenekar frenetikus, évtizedeket átölelő sikere sokak szerint a sokszínűségben rejlett. A négy fiú fantasztikus összhangot alkotott, mindenki beleadott valami pluszt a dalokba. Freddie extravagáns személyisége, vagy például az, hogy Jimi Hendrix-től Liza Minnelliig mindenféle zenéje rajongott, még egyedibbé tette a Queent. Valószínűleg Freddie az életben nem jutott el egy pszichológushoz, de valami nagyon, nagyon kedves diagnózist állapítottak volna meg róla, ami általában egyébként az ilyen furcsa művészeknek a sajátja, tehát amikor keveredik az introvertált és az extrovertált személyiség. És akkor lehet ilyen Queenesre venni a dolgot. Bátki Zoltán újságíró zenész, a Queen emlékzenekar frontembere. Nem csak énekli Freddie dalait, hanem jól ismeri az életét is. Azt mondja az énekes, nem csak együtt élt a zenével, hanem élettel is töltötte meg azt. Egy nagyon visszahúzódó és zárkózott természet volt. A színpadon viszont pont az ellentéte, tehát egy energiabomba, aki gyakorlatilag ennyit csinált, és az x ezer ember, akár 10 vagy 100 000 ember az abban a pillanatban csinálta utána. Ezt 1986. júliusában megmutatta a magyar közönségnek is. Nehéz volt a csapatot a vasfüggöny innenső oldalára ide csábítani, de végül sikerült. Azon kívül, hogy viccből meg akarta venni a parlamentet, és magyar népdalt énekelt a közönségnek. Freddie itt is mindenben a maximumot akarta nyújtani. Ilyen 3 volt a stadionban is a világítást beállította, és fölöltöztetett valakit olyan ruhában, amiben ő szerepelt a koncerten, és szabályosan beállította azokba a pozitúrákba és helyekbe, ahol ő lép, és ő a nézőtérről nézte magát, és rádión adta az instrukciókat a lámpák beállításához. Imádta megénekeltetni az embereket, ilyenkor gyakorlatilag az ujja köré csavarta közönségét. Köszönjük, tererererere, énekeljetek fiúk, zseniális! Barátnője Mary Austin Budapestre is elkísérte, pedig akkor már nem voltak együtt. Az énekes egy idő után már nem titkolta homoszexualitását, és ismerői szerint, annak ellenére, hogy gyakran alámerült a müncheni és New York-i éjszakai életben, félt kitárulkozni.
Igazából az érzelmi biztonságot és a szerelmet kereste. Élete utolsó 6 évében talált társra Jim Hutton személyében. A sors fintora, hogy ekkor már HIV-fertőzött volt. Valószínűleg 85-86 környékén fertőződhetett meg, a jeleket azt 87 környékén kezdte magán észrevenni. Ez az egyik utolsó fotó, ami a házának udvarán készült róla. Itt élt, nem szívesen mozdult ki, csak a stúdiófelvételek kedvéért. Titkolta betegségét. 1991. november 23-án tudatta csak a nyilvánossággal. Ez tényleg az utolsó pillanat volt. Másnap mindössze 45 évesen örökre lehunyta a szemét. A Kensal Greeni temetőben búcsúztatták, de hogy hol van a sírja, csak kevesen tudják. Ez itt a Kensal Green temető. Bemegyünk és megnézzük, hogy merre van Freddie Mercury emléktáblája. 3 éve ugyanis találtak egy emléktáblát itt a temetőben, amelyen M, azaz talán Mary emlékezik a sztárra. Sokan azt gondolták, hogy megoldódott a rejtély. A szabályzat szerint csak annak a tábláját tehetik ki, akinek a hamvait itt temették el. Ezt a táblát keresem most, de egy temetőszolga kiábrándít. Ellopták. Valaki bejött egy éjszaka és elemelte. Mi nem tudjuk, merre van, nem tudunk semmit. Ez rögtön azután volt, hogy a hamvait elvitték Zanzibárba, a szülőhazájába. Nem hallottunk ennél többet. És mikor történt ez? Néhány évvel ezelőtt. A krematórium melletti kertben aztán kiderül, hogy nem pontosak az információk. Freddie Mercury itt volt, ugye? Egy idősebb itt dolgozó férfi mutatja meg az emléktábla hűlt helyét. Ellopták? Nem, csak leszették és odaadták a családnak, mert attól tartottak, hogy valaki el fogja lopni. Ezek szerint a hamvakat a szülei hazavitték a szülőhazájába. Logikusnak tűnik. A titkolózást Mary Austin szerint maga Freddie kérte, attól rettegett, hogy rajongói kiássák, ellopják a földi maradványait. Hogyan határoznád meg magad, mint művész? Én csak egy zenei prostituált vagyok. A legtöbb dolog, amit csinálok, csak játék, egy egyszerű szerep. Kimegyek a színpadra és eljátszom, hogy macsó vagyok, vagy a videoklipekben is mindig másik arcomat mutatom. A Queen túlélte Freddie halálát, több másik énekessel is turnéztak már, de mindenki tudja, hogy ez nem ugyanaz. Freddie Mercury, aki most lenne 70 éves, utánozhatatlan művész volt, aki azt mondta, a dalai csak játékok. Biztos, hogy fontos volt egyébként neki minden dal, csak valahogy azért fogalmazott így, mert nem akarta, hogy az emberek túl komolyan vegyék ezt az egészet. Tehát ugye mondta, hogy egy csomóan politizálnak, meg nagy üzeneteket mondanak. Ő nem akart ezt ilyen felelősséget a nyakába venni, hanem egyszerűen szórakoztatni akart, és hát látszik, az emberek kimentek, és 2 órán keresztül lassították, hogy a Holdon vannak, vagy a Marson.